Zöldségleves és rizs. Két egyszerű étel, amit a Baranya megyei büntetésvégrehajtási intézet fogvatartottjainak kellett elkészíteniük. 10 jelentkezhettek ugyanis abba a programba, melynek keretein belül OK és konyhai kisegítő tanfolyamon vettek részt, közülük 6 felnőtt és 4 fiatalkorú. Mindez a fogvatartottak reintegrációja című EFOP projektben zajlott. Az elítéltek gyakorlati vizsgán is számot adtak tudásukról. A képzés az egy elméleti résszel indított. Itt rögtön meg kell, hogy említsem a Tanoda elnevezésű programunkat, amiben pszichológus és egy pedagógus is segítette a felkészülésben, a tanulás módszertanál sajátításában a fogvatartottainkat. Ezt követte 12 órás tanulás módszertani képzés, majd pedig az elméleti és a gyakorlati képzésre került sor. A program népszerű, ez látszik a teszteredményeken is, tette hozzá Bence Béla. A képzésre egyébként mintegy 3-szoros volt a túljelentkezés. A parancsnok helyettes elmondta, a legtöbb rab ezzel szeretne foglalkozni, miután szabadlábra kerül. A tervek szerint jövőre is indítanak hasonló képzést.